Hát szeretettel köszöntök mindenkit a mai Speakzone-ba, és ritkán vagyok zavarba, meg ilyen kisfiús örömbe, de hát most azért illik, mert mai vendégünk egy olyan ember, akit hát nem is tudom, kevés példaképe van az embernek, vagy kevés, én legalábbis soha nem néztem fel senkire, mert mindig a saját fejem után mentem, de hogyha valakiről példát kellett volna vennem, vagy példát vettem, vagy valaha inspirált, akkor az egyik közülük Besenyei Péter. Nem is tudom, hogy mutassalak be. Műrepülőpápa, többszörös bajnok, egyszerűen nekünk... Zavarba hozó. Nekünk, já, de hogy lehet téged zavarba hozni? Feketőves horgász. Feketőves horgász, borszakértő, öreg autógyűjtő, és nem mellesleg, hát tulajdonképpen azon fölött 10-szeres hazai műrepülőbajnok vagy, te voltál osztrák bajnok, ugye világkupa győztes, világkupának hívták ezt? Akkor igen, műrepülő világkupa. Műrepülő világkupa győztes. Mindegy, hát az Atya Úristen vagy nekünk lényegében, és én nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, mert így véletlenül összefutottunk, de én célzottan mentem oda, mondtam az őnek, menjünk le erre a rendezvényre, én a Besenyeit akarom látni, repül, utána menjünk haza. Fú, Peti, hát nyilván ezer dolgot tudnék tőled kérdezni, meg próbálom már azt az újságírós klisét majd elkerülni, hogy kezdted, meg annak idején, meg mi volt, meg hogy volt. Köszönöm. Mit csinálsz most? Mivel foglalkozik Besenyei Péter hétfőtől vasárnapig, most? Tulajdonképpen, amikor egy olyan 7 éve abbahagytam a versenyzést, akkor azt gondoltam, hogy na most akkor lesz időm mindenre végre újból zongorázni. Én régen zongoráztam, és óriási vágyam van arra, hogy megint zongorázzak. Hogy megint lesz időm akkor zongorázni, több időm lesz horgászni, netán megint el tudok kezdeni kicsikét autóversenyezni, többet tudok lenni a barátokkal, a párommal, a lányommal, a kutyáimmal. Hát ehhez képest minden napunk tele van. A párommal azon nevetünk a múltkor, hogy egy baráti házaspár akart jönni hozzánk, és 3 hétre előre nem találtunk egy szabad délutánt. Már be van írva mindig valami. Tehát vagy megyünk, vagy jönnek hozzánk, vagy valami esemény. Tehát valahogy nyilván ez nem panasz, mert magunknak szervezzük. Tehát ez ugye mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Ez egy nagy igazság. Valamiért nekünk sikerül ezt a nem kevés szabadidőt, illetve most már kevés szabadidőt maximálisan kitölteni. De ha van olyan, akkor tudod azt mondani, hogy elég, tudsz húzni egy vonalat, hogy na most akkor 2 napig nem veszem fel a telefont? Hát ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt. Mert igazából... Persze, ez így tökre így van, ahogy, és tökre örülök, hogy amúgy horgászol, meg zongoráztat, és én is amúgy. De már erről beszélünk, mert gyanúsan sok dolog van, meg azért itt ragadnám meg az alkalmat, hogyha fogunk indulni még bármelyik versenyen, vagy a 24 óráson, vagy a 4 óráson, akkor el foglak hívni a csapatba. Örömmel jövök. Gyere. Már mindjárt beszélünk erről is, hogy hogyan kerültétek közel az autóversenyzéshez. De hogy te ezt fárasztóbbnak érzed, mint amikor még aktívan, lehet ezt mondani úgy, hogy versenyrepültél, vagy ez már tényleg ez a relaxációs hajtás, mert az izgálbeg ember nem tud megülni, úgyse fenekén. Igen, igen. Tehát nem mondom, hogy fárasztó, inkább az, hogy valóban szelektálni kell, mert nincs mindenre idő. És még egyszer mondom, annyi van, amennyit vállalunk, tehát úgyse fog menni. De nem. De ugye mi azért nagy területen vagyunk, amivel azért nem kevés munka van. Van 5 kutyánk, amivel szintén nem kevés munka, elfoglaltság van. Hát van egy kaukázusi. Nagyon jó, nekem is volt. Egy 70 kilós kaukázusink, a Kozák, aki most lesz majd 4 éves. Gyönyörű. Gyönyörű, de nem ajánlom kezdő kutyatartónak, mert az egy rémálom. Tehát rendkívül domináns, nagyon makacs kutya, nagyon kemény, nagyon önálló, tehát mert többi kutyával megyünk balra, ő akkor jobbra megy. És meg okos kutya, mert mindent megcsinál, amit akar. Ugyanolyan botrányosan habzsolva, zabálva eszi a fehérje tápot a vödörből, amiből kiállnak a csirkelábak, mint a miénk. Igazából nem. Az úgy evett a bak, hogy az valami őrület, azt így nézted, és módon, úristen. Korábban volt szintén 2 moszkvai őrkutyánk, Kátya és Szergej. A Szergej 74 kiló volt, a Kátya csak 60, a lánykutya. Ők például sose voltak mohók. Ők nyammogtak, ha nem kaptak kaját 3 napig, az se volt baj. Abszolút nem voltak ilyen ételfüggők és ilyen étel. Tehát a hasukon keresztül őket nem tudott megfogni. Abszolút nem. Ha letettem nekik a tálat, hogy tessék enni, néztek rám, mondom, egyél már.
Egyél már! És akkor, na jó, kedved érted, így nyomogtak. Most szintén van, ők már sajnos nincsenek velünk, most szintén van két moszkvai őrkutyánk, ők Ukrajnából menekült kutyák, velünk vannak egy éve, most 14 hónaposak, hát ők első perccel kezdve, mint a porszívó. Az mai mindent. Napig úgy egyszerűen nem is tudom, mennyit ennének. De rossz nézni, amennyi, majd meg fulladnak. Majd meg fulladnak. És én mondom, hogy nem veszi el senki egyén nyugodtan, de nem, ők habzsolnak. És ki a főnök? Ki a falka vezér? A kutyák közül a kaukázusi nyilván. Meg te? Hát otthon a párom meg én úgy megosztva az alfa szerepet. Én mindig mondom viccesen, hogy nálunk a sorrend az, hogy első a párom, utána a kozák, utána a többi kutya, és a sor végén vagyok én. És szeretnek a tóba fürödni? Pancsolnak. Úszkálni nem úszkálni, de pancsolnak. Azért melegük lesz nyáron. Pancsol. Az ilyen nagyszőrű kutyátnak állítólag, és ha azért nem megy bele, mert hogyha rátapod a szőr, akkor nem szigetel úgy. Nem tudom, nekünk szerettek beleugrani a vaskádba, tudod, engedtünk mindig vizet, tudod, az a klasszikus az, amivel nagyanyám még mosták a ruhát vaskád, és akkor a kuvasz is, meg ezek is így lógott ki a fejük, és így... Tehát a vastag szőr, ez olyan, mint a suba, tehát egy szigetel is valamennyire. Szóval akkor kutyázol, horgászol, ha van időd. Horgász nagykövet vagyok, és hát ezzel együtt sokat nem horgászok. Tehát már otthon ugye van egy kis tavunk, de most házi nyúlra nem. Hát otthon nem igen horgászok, bár ha kell hal, akkor persze, akkor fogunk gyorsan egyet, de a horgász szenvedély, vagy a horgász passzió miatt nem rángatom ott a halakat. Ez olyasmi, sokszor mondom, hogyha valaki szeretne vadászni, bemenne a tyúkolóba lövöldözni a csirkéket. Hát az nem vadászat. Mit keresel benne a horgászatba? A nyugalmat, a leülést, a csendet, a vízpartot? 4 éves korom volt a horgászni. Nézni a fecskéket, ahogy isznak. Rábaparton laktunk, és édesapám vitt le a Rábaparton, amikor 4 éves voltam, és ott ragadtam a vízparton. Tulajdonképpen ma már nem motivál annyira, hogy bármi áron halat fogni. De a vízpart, de persze a vadászat. A horgászat, ez nem erről szól szerintem. Persze, egy vadvízen azért becserkelni halat, és megtalálni, és izgalom, hogy nem tudom, mi jön, mert bármi jöhet, vagy tengeren horgászni, ahol bármikor bármi jöhet, azért izgalmas nyilván. De igazából a lényeg a vízparton lenni. Vízparton lenni, beleolvadni a természetbe, és ott tényleg belebámulni. Meg egy nagyon jó alkalom arra, hogy ezzel a pörgő, hektikus életünkből egy kicsikét kiszakadjunk, üljünk nyugodtan. Ha egyedül vagyok, akkor van idő kicsit elmélkedni, bambulni, nézni ott a halakat, hogy ugrálnak meg a szárcsákat, meg a vízimadarakat, egyéb más, és közben úgy elmélkedni a világ soráról, meg a saját dolgaimról. Ez egy jó dolog, ez egy jó kis relaxációs történet. Akkumulátorokat így jól fel lehet tölteni. Ha meg havarokkal vagyunk, akkor meg egy jó mókam, akkor nyilván kipattan egy üveg bor, közben beszélgetünk, és ott el vagyunk. Érzed azt, hogy milyen kettőség ez? Ugye itt van egyik oldalon, itt van a Besenyei Péter, az ég királya, aki 10-11 gig pörög, zuhan, forog, csinál mindent, a másik oldalon meg ott van az emberek elől. Ez pont így jó. Ezt így egyensúlyba tudod tartani? Teljes egészében. Aki ismer, de nem ismer elég jól, azt mondja, hogy nem tudom elképzelni, hogy a vízparton ülsz 1 vagy 2 órát. Pedig. Hát én gyerekkoromban is, vagy ifjúkoromban is jártam hévvel le a Sziget-Szent Miklósi horgásztanyára, és a napkelte engem már a hókonyba talált a csónakba, és én egész nap ültem a csónakba, szinte mozgatom. Hát érzem, ugyanez voltam gyerekkoromban. El tudok ülni a csónakba egész nap. Tehát igenis tudok a fenekemen ülni órákat. Mondtam, múltkor mondtam a Göbös Zsolt barátomnak, hogy én tudom, mit szeretnék csinálni 70 évesen? Ülni a verandán, azt nézni, ahogy a kútdeszkájára csöpög a víz az Eres csatornából, hogy üveg borral. Ezt én órákon át képesek vagyunk megcsinálni. Egyébként nagyon jó a vízpart, mert tényleg mindig más arca van neki, mindig mások a színek, és akkor, ha esik az eső, akkor is szép, amikor szivárványon, akkor is szép, amikor, tehát mindig. De magát a vizet is szeretett, szóval bemenni, fürödni, egyet úszni. Nem vagyok egy ilyen vízi ember, nincsenek úszóhártyáim, tehát csak azért, hogy úszkáljak, ezért én ritkán megyek be vízbe. Ha játszunk benne, mondjuk röppadázunk a vízbe, és van valami, akkor igen, akkor persze, akkor benn vagyok órákat, de csak azért, hogy én most mint reggelente ússzak egyet, így nem vagyok. Sportolsz amúgy valamit aktívan? Mert olyan vagy, mint a drót. Világ életemben valamit csináltam, én ugye kezdtem, atlétizáltam, kosárlabdáztam, kenúztam.
benne a seregbe Furkó Kálmán mellett Kyokushin karatét megismertem, és voltam szerencsém, hogy a Kálmán velem külön foglalkozott, és emiatt nagyon gyorsan tudtam haladni. Aki nem tudná, az nézzen utána, nagyon, hogy ki volt a Kálmán. Vagy nagyon, Kálmán. Szerintem nagyon sokan ismerik a Kálmán, sajnos már nincs közöttünk, igen, elment. Persze én világéletemben valamit mozogtam, egy aktív ember voltam. Sokszor megkérdik, hogy műrepülés mellett mit. Igazából bármilyen kiegészítő sportág jó, hogy a műrepülést az ember elviselje, mert az egy elég komoly fizikai megterhelés, de legjobb kiegészítő sport a műrepüléshez maga a műrepülés, mert ilyen terhelések máskor nem lépnek fel, és a műrepülés gyakorlása, az edzés az a legjobb felkészülés maga a műrepülésre. De mellette persze időnként kerékpározunk, telente síelünk, imádok síelni, olyan helyen vagyunk, akkor picit búvárkodunk, tehát sűrűn vagyunk. Sűrűn vagytok, igen, ez jön le. És ugye minden mellett, most ne, még mindig mellőzzük a repülést, mert megmondtam, de ne arról beszéljünk, amiről mindenki kérdez. Oké, itt vagy vízpart, otthon elvágy, kutyák, tényleg van nagy területet, mondjuk már erről külön beszélgethetnénk, hogy hogy kellett tavat gondozni, mert az is érdekel, mert ha majd rád van bízva, akkor azzal valahogy törődni is kell a vízzel. Méghozzá nem is keveset. A igazság az, hogy egy természetes tóval nincsen sok gond. Hát, hogyha beáll egy ökológiai... Igen, igen. Tehát nyilván a... De a törpehárcsát csak kifogdosod belőle a szemetet. A miénkben nem igen volt, de sajnos amikor áradás van, és a fölöttünk lévő tóból jön a víz, akkor jönnek be törpehajcsák is. De szerencsére annyi nemes hal van benne, hogy nem nagyon van neki tere elszaporodni, mert kiszorítják. És akkor ott odaérünk el, hogy a Besenyei Péter szereti az öreg autókat, meg autóversenyezti. Hát mesélj már erről valamit. Hát én nagyon amatőr... Egy kicsit azért felmérlek, mert... Ilyen nagyon amatőr szinten. Mi is, de ez pont így a jó. Az Engő Zoli meghívására kezdtem autóversenyezni, még az Opel Astra kupába mentem 2 évet. Hát ugye én azért ezt nem tudtam igazából komolyan művelni, mert versenyek hétvégén voltak. Nekem meg minden repülős esemény, vagy a verseny, vagy repülőverseny, vagy a bemutatók hétvégén vannak, úgyhogy én gyakorlatilag sokszor voltam, hogy a versenyes egyik napján tudtam részt venni, edzésen nem voltam volt, tehát én ilyen foghíjasan tudtam ezt művelni. De hogy érdekelt téged egyáltalán az autóversenyzés, mikor te háromdimenzióban mozogsz, ez meg alapvetően nem? Izgalmas, én imádok autót vezetni, és én a sebességnek szeretem minden formáját, akár repülőgéppel, akár autóval, akár síléccel, sível is szeretek gyorsan menni, úgyhogy a sebesség az jó. Nyilván megfelelő körültekintéssel, mert ész nélkül megveszélyes, tehát bármilyen tevékenységben veszélyes, a sebességben benne van a veszély, de egyébként meg egy óriási élmény. Régen motoroztam is, volt motorom, P20-es, meg MZ250-es. Az jó rég volt. Ma azért már félnék motorozni. Ugyan van egy öreg motorom, de az csak otthon néha megyek egy kört. Milyen motorod van? Danubia. Danubia? Szép, felújított Danubia. Otthon egy kököd, de már közlekedésben nem mernék én motorra közlekedni, mert nagyon sűrű, nagyon, és hát más lett a világ nagyon. Meg veszélyes. Úgyhogy... De jó, de már szólok, hogyha megyünk. Hát, hogy az autógyűjtés, meg igazából hogy jött ez, hogy te tudatosan... Igen, még az Engőzőnél tartozunk, igen, hogy a Opel Astra kupában voltam 2 évet, majd később a Renault Clio kupába is tudtam menni 2 évet, volt egy saját kis versenyautóm. Érdekesség volt az időben, hogy ugye amikor a verseny a Hungaroringen volt hétvégén, nekem garantáltan azon a napon szintén volt valami repülő bemutatón valahol az ország másik végében, és akkor tudtam megoldani, hogy mind a kettőn részt vehessek, hogy a repülőgéppel átmentem a Hungaroringre, ott leszálltam, a gépet félretoltuk, beugortam a kis... Hol szálltál el a ringen? Egyenesbe. Ott félre volt egy kis hely, ahol mindig a gépet félre toltuk. És azért megérkeztél stílusosan. De nem tudott másképp működni, mert így tudtam megtenni azt, hogy beugortam a Clio-ba, lement a verseny, átugortam a repülőgébe, és onnan direkt mentem mondjuk Miskolcra, vagy akár Szombathelyre repülni bemutatóra. Most nem akarom megkérdezni, ki a tökömat engedélyt leszállni a Hungaroring célegyenesre, hogy... De ez több évben keresztül, én nagyon sokszor voltam ott. De engedélye nyilván. Ilyenkor kijelölik idegenesre és felszálló helyként ezt a területet. Hát ezzel abszolút nincsen gond. Elképesztő. És akkor ezt csináltad évekig, de hogyan jött az, hogy oké, van az autóversenyzés, meg szeretjük a sebességet. Ezt én abszolút aláírom.
És de az autógyűjtés az nem jön magától. Az kétféleképpen tud jönni, hogy vagy hirtelen sok lett, vagy céltudatosan kezded el gyűjteni a gombozforma amerikai autókat. Nálad melyik működött? Igazság az, hogy a legelső ilyen öreg autóm az egy Moszkvics. Mégpedig azért, mert valahogy nekem a gyerekkoromban az autó, akkor a Moszkvics volt valahogy. Ugye hát akkor nem nagyon volt. Hát azért volt már, mert volt Trabant, meg aztán később volt Warburg, de valahogy annak van ilyen autóformája. A három doboz. Az én gyerekkori emlékeim szerint az olyan igazi autó. Aznak, hogy beégett a gyerekkorom, hogy az az autó, és akkor úgy régóta vártam arra, hogy... Ez volt az első? Moszkvics volt az első? Igen. És egy sikerült megszerezni egy első tulajdonostól egy 17 évig sufniba álló autót, de az olaj még sárga volt benne, és volt benne még benzin is, és akkor ez fel lett újítva. 3 éven keresztül újították, és hát most olyan állapotban van, hogy szerintem a világon nincs még egy ilyen Moszkvics. Hát tényleg ez járatod is, vagy ki szoktál vele néha gurulni? Ennek nincsen rendszáma, de az időnként ott házon belül megyünk vele, hogy egy kicsikét járjon. Ennek a dennek nincs rendszáma. Elképesztő. Meg tudnék még azért mit kérdezni. Figyelj, ha mondok két nevet, nyilván valahol szomorú is lesz, de azt kevesen tudják, hogy tulajdonképpen, amikor teljesen beszélünk, akkor a repülésről, mert mégse a csipkeverésről fogok beszélgetni a Besenyei Petivel. És miért nem? Mert én se tudok csipkét venni, meg szerintem te se. De tudunk hol a kurva jól beszélgetni. Hogy annak idején tulajdonképpen te mentor nélkül tanultál meg repülni, vagy nőttél fel? Mert most azt mondom, hogy Weingartner Ferenc, meg ifjabb Harai János volt, ő Jani, Imre. Ugye ők voltak azok, akik annak idején 81-82-ben ugye többet magukkal. A Vitek Peti, meg a igen. Simon Lassi az edzőnk, Hollói Katika. Egy AN2-essel ugye a Hármashatárhegyre zuhantak, és azon a gépen majdnem ott voltál te is. Igen. Hogyha nem lettél volna tejfölös szájú suhanc, akkor elvisznek magukkal. Ők vittek volna, az akkori reptérvezető nem engedte, mert amilyen repülőgépekért mentek Dunakeszire, arra nekem még nem volt típusjogosításom. Ettől még mehettem volna, mert az A2-esbe odafelé volt hely, visszafelé a gépek kétszemélyesek voltak, bármelyik fiú mellé beülhettem volna a kicsikét. Ugye, ők voltak a szenyorok, úgy mondtuk, hogy hiénázni, tehát bárki mellé beülhettem volna, akár Sinya, akár a kis Harai, akár a Weingartner Feri, vagy a Vitek Peti mellé beülhettem volna. Az akkori parancsok azt mondta, hogy bufurs módon, hogy nem mész sehova, és akkor elmentem helyette horgászni. Ezt kevesen igen, tudják, hogy akkoriban ez volt lényegében a magyar műrepülés kréme java, színe java. Nem, ha ez változott keret egy az egybe így elment, engem kivéve, és maradt a nyíregyházi a keretek a másik fele, a nyíregyházi csapat, a Tóth Molnár Pászti Balatoni személyében. Tőlük tudtál tanulni? Igazából nem, mert nem nagyon volt közös edzőtáborunk. Hát amíg a Sinya volt, addig nyilván Sinya volt a edző és a mester, akitől sokat lehetett tanulni, illetve a többi fiútól is lehetett dolgokat ellesni. Sajnos nem túl hosszú ideig. Amikor ők elmentek, akkor egy nagy űr volt utána. Én 4 hónapig ki sem mentem a repülőtérre, mert nem volt ki ezt szólni. Elmentek egy csapásatok a fiúk. A nyíregyházi fiúk, akik messze voltak, megmondom, igazából nem voltak ilyen közös edzőtáborok. És 4 hónap elteltével azért mentem ki a repülőtérre, mert a korábban megrendelt új repülőgépek elkészültek a cseheknél, az E-50-esek, és haza kellett hozni őket, és akkor... Az volt az a pont, milyen basszus, deszár lehetett. Milyen érzés volt az, amikor... Nem lehet megemészteni ezt. Ezt akartam kérdezni, hogy ha arra mész Buda Őrs felé, mai napig eszedbe jutnak? Ugye minden évben van egy megemlékezésünk, idén is volt májusban, ja, a 11-én ott az esemény helyszíne fölött pár pilóta volt köröd, és akkor ott világszilmot szórunk. De ezen túlmenően túlzás nélkül mondom, hogy a mai napig, most már 41 év elteltével, a mai napig nincs olyan hét, hogy ne ülj, vagy akár talán még nap is, hogy ne jutnának eszembe valami kapcsán. Mm.
és annyira előttem van a fiúk arca, a hangja, mindenem, mint hogy most még mindig itt élni. Ez egy jó társaság volt. Nagyon jó csapat volt, és egy csapásra ment el az edzőm, azok a fiúk, akik előttem jártak, és akitől tudtam volna tanulni. Tehát egy óriási űr maradt mögöttük, és az egész magyar sportrepülésnek hát egy hatalmas nagy csapás volt. Aztán ugye talpra kellett állni, egy új csapat állt fel, és akkor egymást segítgetve vakfedett világtalant elkezdtünk. Magad autodidakta módon tanultál meg? Egymást figyelgettük. Mm. Azt tudtuk, hogy kéne kinézni egy figurának a földről, bírói szemmel, hogy kell megcsinálni, azt senki ez nem az. Mondta el. Ezt magunknak kellett kitalálni, de az azért mindenképpen segítség volt, hogy egymást figyelgettük, és egymásnak a repülését meg gondolom a hibáiból, egymás hibáiból is. Így van. Tehát csak mondok egy példát, amikor repülnék egy függőleges, ha a földről senki nem figyel engem, akkor én levegőből tudok tévedni egy pár fokot, mert nem csinálni. Tudom, hogy most melyik a függőleges. De a földről mondják, hogy ez egy picikét talpon volt, ez egy picikét hátunk volt, na most a jó, ezt helyezd meg, akkor megjegyzem, hogy melyik pozíció volt az, amikor mondták a földről, hogy ez jó, és akkor azt megjegyzem, azt gyakorlom. Tehát mindenképpen kell a földi segítség. Hányszor volt úgy, vagy volt-e már úgy, biztos, hát basszus, 52 éve műrepülsz, az nem az? 52 éve repülök. 52 éve repülsz, bocsánat. Hányszor volt úgy, amikor azt mondtad magadnak, hogy fú, bazen Peti, ezt nem mozgott ki, vagy ez most meleg volt, vagy volt olyan, hogy azt hitted, hogy most ez ennyi? Én 10 évig voltam, dolgoztam Budaörsön, mint oktatói berepülőpilóta, és a berepülése során, amikor egy repülőgépet nagy javítás után, motorcsere után, egyéb más után be kell repülni. Az országban lévő összes repülőgépet, az AN2-estől kezdve a Cessnákig. Jellemzően légcsavaros gépeket. Igen. Egyes képmotoros repülőgépeket is. És a berepülések során volt egy pár olyan alkalom, amikor a motor megállt, vagy épp a motor kigyulladt, de ez azért nem igazából izgalmas, mert a berepülést mindig a repülőtér fölött hajtjuk végre. Pontosan amiatt, hogyha bármi gondol, akkor ott a palc leszállunk. Minden géppel lehet vitorlázni? Sokan azt gondolják, hogy ha egy repülőgépnek megáll a motorja vagy a hajtóműve, akkor lezuhan. Hát jelentem, hogy nem zuhan le, és a típustól függően elkezd intenzíven vagy kevésbé intenzíven süllyedni. Meg van egy átesési sebesség, gondolom. Találni kell egy placot, ahol le lehet szállni. Na most, ha reptér alattunk van, akkor semmi gond, mert egykor is földön vagyunk, az semmi. Akkor egy kicsit kínosabb, hogyha mondjuk egy város közepe fölött áll meg a motor, és nincs hol leszállni. Akkor azért kínos. Volt ilyen? Nem. Nekem kerültél úgy bájba, hogy azt hitted, hogy most repülőtéren kívül, jó Isten segít? Nekem repülőtéren kívül egyszer volt, hogy megállt a motor. Hangsúlyozom, repülőtéren kívül, Kanadában, amikor... Az mondjuk eléggé kívül mentünk, van a budaörsi reptéren. Mentünk fényképpen fotózni a Niagarához, és útközben megállt a versenygépennek a motorja, és le kellett szálljak egy kukoricásba, és annak a talaja nagyon puha volt, és lévén a gép farokkerekes, és ezen nincs féklap. Átvágódott. Gyorsan megy a repülőgép, tele volt üzemanyaggal, megfüstölt, a gép nehéz is volt, nagy sebességgel száll le, és a kifutás végén, ahogy süllyed bele a talajba, a végén a gép átvágódott, és fejjel lefele állt meg a repülőgép. Hát itt azért benne volt a lehetőség, hogy ez komolyabb dolgot okoz, úgyhogy amilyen gyorsan tudtam a repülőgépből kiszabadultam, ami nem volt egyszerű, mert nem volt hely igazából kibújni, mert egy versenykabin volt, ami összetört, alatta meg kevlár, tehát mert ennyi helyen volt, hogy kiférjek, ott ennyire nem fértem ki, úgyhogy ki kell kaparjam, a talajpuha volt, ki kell kaparjak egy részt, kibírjak a gépből csúszni, mert gyorsan akartam menni, mert tudtam, hogyha itt a forró motorra rá megy a üzemanyag, akkor ott akkor kakuk marci. De szerencsére ez nem következett be, úgyhogy a gépből kín voltam egy fél perc alatt, és a gép sem gyulladt ki, úgyhogy egy hónappal később már azzal a géppel megint versenyeztem. És amikor megkérdezik sokszor, hogy ilyen vészhelyzet, akkor mindig ezt mondtam el, mert ez tényleg egy olyan volt, hogy benne volt azért a rosszabb lehetőség is, hogy mégsem volt, ez nyilván részben szerencse, részben rutin, meg az, hogy nem pánikoltam, mert ott azért nem volt időm dönteni, mert már 100 méter magasan történt, hátak voltak előttem,
reptértől, amire ahova be akartam érni 500 méterre, és ott állt meg teljesen a motor, mert az is alapjáratom pöfögött, mert olajnyomás ellen. Ilyenkor még volt időd vitorlába állítani a csavart, meg minden, vagy semmi? Ilyenkor nem, az automata. Lényeg az, hogy igaziból teljes egészében kis magasságban állt meg házak között, és ott már csak egy másodpercen volt dönteni, hogy hova szállok le, balra egy kukoricába. Tehát ott azért egy rutin mindenképpen kellett, meg az a szerencse is. Szóval lényeg az, hogy ezt mindig ezt mondom el, mert ez tényleg egy ilyen helyzet volt. És Szűjó Zolival beszélgettünk pár éve, ott nálam a Borozóba, egy Porsche film kapcsán. Zolival mindig jó beszélgetni. És ugyanezt megkérdeztem megint a Porsche film kapcsán, és itt de jó diák, elmondtam ezt a sztorit, persze megint már ezredszerre is, és amikor ezt elmondtam, akkor mondtam, hogy te Zoli, várjál csak. Mindig ezt mondom el, de valójában nem ez volt az izgalmas. Ami izgalmas volt, ezért jó pár éve történt, és nem mondtam még el soha senkinek, valahogy eltemettem magamba. Valahogy tudat alatt elástam ezt a sztorit. Mert kellemetlen volt rá emlékezni? Vagy? Mert ott tényleg azt hittem, hogy meg fogok halni. Ott konkrétan azt az érzés, hogy én most tudom, hogy meg fogok halni, ezt korábban sose éreztem, azóta se. Tehát hiába volt bármilyen vészhelyzet, hogy megállt a motor, vagy kigyulladt a motor reptér fölött. De ez is repülőhöz kapcsolódó? Sohasem éreztem azt, hogy úristen, itt a vége, és itt mindig volt megoldás, mindig higgadtam minden. És egyszer olyan történt, amikor a jeges veríték kivert, mert tudtam, hogy meg fogok halni. Tehát konkrétan tudtam, és biztos voltam benne. És tudtam, hogy nem tudok csinálni semmit se. Hiszed, hogy sem volt ilyen, volt nekem is egyszer és, ilyen. És repülőgéppel volt, a mostani versenygépemmel, amivel most is repülök, a Corvusszal. A Corvusszal? Igen. Elmeséljem. Most már nagyon kíváncsi vagyok. Vagy rengeteg időnk van. Ugye ez a Corvus repülőgép, ez egy magyar gyártmányú repülőgép, ami egy fantasztikusan szép és jó repülőgép. De te részt is vettél fejlesztésébe. Valamennyire. Igazából olyan szinten igen, hogy mondtam az igényeimet. Mert amikor a repülőgép már elkészült, akkor mindig mondtam azt, hogy mi a nem jó rajta, mind kell javítani, hogy a csűrő, hogy a magassági. Ilyen értelemben igen, hogy hogyan kell megcsinálni, az én nem értettem. Én csak mondtam mindig, hogy mi a tünet, mi a hiba, és merre fele kéne javulni. Hát lényegében. A lényeg az, hogy ez a repülőgép a Rebel Air részre készült, és hát sajnos a profilja azért nem igazán vált be. Ennek egy vékony profilja van, ami azt jelenti, hogy egy szűk fordulóban a repülőgép nem akar szűken fordulni, hanem átesik, beremeg, és nem akar szűken fordulni. Konkrétan egy ilyen visszaforduló figurában, a versenyben is volt minden futamon több ilyen figura. Az amerikai gép a vastag profillal ilyen szűkkel meg tud fordulni. Az extráról beszélünk most? Vagy? Az edge-ről. Ez a repülőgépek hiába húztam meg, ilyen húztam volna én, mint süket az ajtót, egyszerűen beremegett, és egy sokkal nagyobb íven, sokkal lassabban fordult meg, bármit csináltam. Úgyhogy emiatt igazából nem volt jó a versenyben, és akkor kitaláltuk azt a tervezővel együtt, meg a műszakiakkal együtt, hogy ezt a keskeny profil mi megnöveljük. Utólag teszünk rá valami borítást, amitől a profil vastagabb lesz. Az áramlás más. Hát vastagabb a profil, igen. És akkor ezt a profilt szépen egyre-egybe mind a két szájra így ráragasztották, nem több darabban, egybe. És az volt a feladatom, hogy akkor nézzük meg, hogy nagy sebességből felhúzva ezt a visszaforduló figurát, hány másodperc alatt tudom megcsinálni ezzel a profillal. És a második ilyen nagy sebességű felhúzás közben egy óriási csattanással baloldali szájnak a borítás felső része elvált, és így fölállt. Konkrétan a bal szárny megszűnt, mint olyan. A repülőgép attól kezdve még lendőből ment fölfele valamennyire, és onnantól kezdve a repülőgép kezelhetetlen volt konkrétan. És ilyenkor se kiugrani semmi? Ilyenkor nektek ilyez nincs? Van ernyő, de nem volt olyan magassága, mert 200 méterről nem fogok a gépből kiugrani. Meg először nyilván próbálom kikanalazni, de gyakorlatilag esélytelen volt a repülőgépet irányítani, az arra ment, amerre akart konkrétan. Mi át is estére? A hulló falevél az jobbra-balra, ha levette magát, az volt a baj, ráadta magát, az volt a baj. És én egyszerűen, és teljesen rapszódikusan, ahogy ez csapkodott ott, én tényleg akkor azt úgy hirtelen felfogtam, hogy itt nincs menekülés, mert ezzel nem tudok mit kezdeni. Bármit csinálok, ugorni nem tudok, ezt veretni nem tudom, itt
itt én most meg fogok halni. De szerencséd volt. Mert innentől kezdve szerencse? Nem tudom a gépen, hogy jöttem le. Ezt most őszintén mondom, nem tudom a gépen. Ezt inkább kiírta az agyad? Úgy gondolod az emlékeidből? Van olyan? Valahogy a gépen leszálltam valahogy. Emlékszem, amikor jöttem be, és még a kis magasában ott levettem a gázt, mondom, hogy itt kezd el, akkor mindegy. A géppel valahogy leszálltam, hát én hamuszürke voltam, de a földön lévő szerelők is hamuszürkék voltak, mert ezt látták ezt a cirkusz hát. Végig, és ők is elkönyvelték, hogy itt óriási a gáz. És tehát konkrétan, amint előbb mondtam már, én korábban, és azóta se éreztem olyat, hogy tudom, hogy meg fogok halni. Nem az, hogy most jaj, valamit félek, konkrétan ezt én elkönyveltem. És tudom, érdekes, hogy nem is féltem, hanem inkább rettentő pipa voltam, mérges voltam, szentségeltem. Hogy lehettem ilyen hülye? Én nem voltam hülye. Nem, én magamra haragudtam, amikor ilyen Én nem tudom magam, mert én okoztam. Tehát nem én voltam a hülye. Csak azért voltam mérges, hogy lehet, hogy ilyen ostoba módon kell meghalljak. Hogy lehet, hogy egy ilyen ostobán kell nekem meghalni. Tehát ezért voltam mérges, hogy... És igazából a saját hibán kívül, mert az, hogy az hogy lehet rátéve és nem megfelelő módon, azzal nekem nincs mit kezdeni. Ugye nem volt elég a ragasztó, mert csak pár évben megragasztva, és a felhúzáskor egy óriási szívóerő van a szány felső és részén, és az letépte, de ugyanakkor az egybe volt. Nem tudott leválni teljesen. Ott az egész szány így függőlegesen ott lifegett, és hát konkrétan nem volt bal szárnyom. Ez egy borzasztó érzés volt azzal szembesülni, igen. Hogy itt a vége, fuss el véle, és nem tudok mit csinálni. Ezt átérzem, mondom nekem is. Neked mi volt akkor? Mesélj már teljesen, neked mi volt, érdekel. Csúsztam egy betonoszlop felé, autóval gyorsan, és... És látod, hogy... Hát, tudod, azt már vizes, sáros föld, bármit csinálsz. Hát mondom, kész, hát ezt elébe fogom verni. És akkor volt ott valami szikla még a... Így a patka így lefelé lehetett, ami megdobta az autót, és hátuljával kaptam el. De annyi, de tudod, mikor már egy csúszol, és amit te is mondod, azt mondod, hogy hát ez megkész, itt már nincs. Annyi lesz, mert az biztos, hogy nagyon fájni fog. Csak ott neked volt kb. Egy vagy két másodpercet megélni. Igen. Én legalább egy percig voltam ebben a helyzetben, hogy egy percig azzal szembesülök, hogy bármit csinálok, én most meg fogok halni. Egy percig. Tehát volt időm felfogni. Borzasztó érzés. Nagyon szó. És ugyanez van, amit te is mondasz, hogy valahogy az agyad ezt úgy elteszi, hogy el is felejtettem. Van úgy, hogy el is felejted, mert az valahogy nem tud, de furcsa az emberi, hogy erre így nem akar emlékezni, vagy magát az érzést nem akarja visszahozni. Amióta ezt így a Szijó-Zolival való beszélgetés kapcsán felfedeztem, hogy éhen nekem volt egy ilyen igazi sztorim. Most már kell róla beszélni? Akkor sem azért, mert nem akartam, vagy nem tudtam, vagy nehéz volt. Egyszerűen nem jutott eszembe. Mindig az a másik sztori az, hogy nem jutott valahogy eszembe. Úgy nem. És amikor felfedtem, hogy úristen, itt volt egy komoly, tényleg ilyen, azóta elmondom én bármikor, meg nem is esik rosszul ezt elmesélni, meg nem rossz. De emlékszel az érzésre, az rossz? Még azt sem mondom, hogy rossz, mert az már elmúlt, tudom milyen volt. Nem akarod még egyszer. Nyilván nem. Tehát valami érdekes módon tényleg eltemette. Gondolom nálatok a repülés, néha mondhatom így, hogy nálatok, az hatványozottan igaz, mint ugyanez van az autózásnál, hogy amikor már rutinná válik egy-egy cselekvés sorozat, akkor lehet könnyen hibázni, mert az ember hajlamos belekényelmesedni. Úgymond rutinból oldom meg, és akkor van a baj. Nagyon jól látod a dolgot. A rutin egy kétélű fegyver, egy kétélű történet. A rutin az egy nagyon hasznos dolog, az kell. De rutinból csinálni semmit nem szabad. Mert csináltam már ezerszer most is. Elkényelmesít, elaltat, ellustít, és akkor lehet hibázni, így van. Tehát rutinból nem szabad, de a rutin az fontos dolog. Melyik volt az a... Tulajdonképpen basszus, hát versenygépnek hívjuk, hát ezek versenygépek. Melyik volt az a versenygép, amire mitől jó egy jó versenygép? Miről beszélünk? Klasszikus műrepülő versenyről beszélünk, vagy egy műrepülő világkupáról, vagy a Red Bull Airrace-ről. Tehát attól függ, hogy melyik. Miről beszélünk? Egy klasszikus műrepülő versenyen a repülőgépnek nem kell szépnek lenni, minél egyenesebbek a vonalai, minél egyenesebb a törzse, minél hosszabb, és minél deszkább a szárnya, minél inkább ilyen exaktabb, annál szebben mutat. Mitől lesz? Mi a tulajdonságai? Mitől jó? Minden egyes versenynél legyen az repülő világkupa, vagy
klasszikus repülő verseny, a repülőgépnek a, ha a repülőgép agilis, tehát eleve a súlyerőarány mondjuk jó, a csűrőkormány gyors, és könnyen lehet vezetni, a magasság is gyors, tehát egy ilyen műrepülőgépnek a mozgása egészen más, mint egy normál repülőgépnek. Tehát iszonyú nagy szögsebességgel tudsz fordulni. Gyorsabban fordul. Egy például a mostani gépen egy orsót egy másodpercen belül megcsinál. Megképesztő. Tehát egy mondjuk egy Cessna eleve nem tud orsózni, kivétel a van belőle ilyen műrepülő verzió a két személyesből, de hát azzal inkább ne repüljél. Tehát egy orsót megcsinálni egy másodpercen belül, az ugye egy kimondtam műrepülőgépet, de a vadászgép sem tud ilyet csinálni. Mert ugye én azt néztem, ami nekem feltűnt, hogy úgy az Edge, meg a Corbusz is, ez mind ilyen 530-570 kiló körül van. És azt néztük a Zolival, hogy mondom, Zoli, úgy nézzel meg, hogy ez úgy van megépítve, hogy ez az egész annyi, hogyha jön egy nagyobb szél, elfújja a francba, és plusz-minusz 12 G-t kibír. Hogy az anyámba van ez megépítve, öregem? 540 kiló. A Corvus az plusz-minusz 14 G-ig van engedélyezve. 14-ig? Plusz-minusz 14-ig van engedélyezve, de mondta a Volusuk az is, hogy aki tervező, hogy 20 G-ig nem lehet baja. Annak idején a szárnyat tesztelték egy ilyen törőgéppel, 22 G-nél a törőgép dőlt össze. Elképesztő. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a repülőgép kibír több mint 22 G-t, mert a szárny az kibírja, de mindig a leggyengébb pont. Az illesztések? A leggyengébb pont fog elpattanni, tehát lehet, hogy a vezérség, vagy a törzs, vagy a motorbekötés. Tehát ez nem jelenti azt, hogy az, de egy tény, hogy a repülőgép az 14 plusz mint 14 G-ig van engedélyezve. Ugye ezek nagyon könnyűek, ezek a műrepülőgépek. Én most mondtad, igen, 5-600 kiló körül vannak. Ebben jellemzően milyen motorok, ilyen Lycoming motorokat használnak? Alapvetően kétféle motort használnak, a keleti blokk, ugye az oroszok a szűhajokkal egy csillagmotort használnak, egy 9-hengeres csillagmotort. A nyugati blokk az meg egy 6-hengeres boxermotort, jellemzően Lycomingot. Ezek a motorok, ezek, mint mondtam, 6-hengeres boxermotor, körülbelül 10 000 köbcentisek, tehát egy hatalmas nagy térfogat, de mégsem olyan hú de erős, mert ilyen 330 lóerő körül van jó esetben, 340 lóerő, ugyanis óriási nagy nyomatéka van neki, és a főtengeré van meghajtva a légcsavar, egy az egybe. Egy az egybe. Alacsony fordulatszámú, igen. Tehát akkor a tömeglóerőarány, amit mondta az itt. Tehát alacsony fordulatszámú. Ezek a motorok ilyen 2700 környékén adják le fordulatszámban a teljesítményt. Hogyha ezt a motort megpörgetnénk, tennénk rá turbót, ebből 1000 lóerő simán kijönne. Beszarás. Ki lehet, gondolj, 10 literes motor. Az sokkal kisebbre gondoltam, hát az meglepő. 10 literes motor. Akkor mindegy busznak a motorja van. Egy nagyon komoly motor. Egy olyan pici gépbe teszem, igen, hozzá. Igen, de ez ugye amiatt van, hogy egy alacsony a fordulatszám, nagy a nyomaték, és az alacsony fordulatszám miatt óriási a biztonsága. Tehát ezek a motorok gyakorlatilag, hogy megálljon, nagyon-nagyon kicsi az esélyre. Soha nem szerettél volna sugárhajtású gépen repülni, vagy amikor 17... nem húzott ez téged, ez a fajta dolog? Amikor 17 éves voltam, akkor ment a televízióba az Őrjárat az égen című filmsorozat, akkor bólogass, akkor látom, te láttad. Én akkor már... Nem akkor, amikor te 17 voltál, hanem jóval később, de így tudom, hogy én beszélsz. Én akkor már 2 éve repültem, és nyilván, mint repülő ember, hát mi akar lenni vadászpilóta? Nem azért, mert lövöldözni akartam volna, hanem a technika vonzott, a hangsebesség fölötti repülés, meg eleve a repülés. Ugye volt egy varázsa, egy imázsa, és jelentkeztem vadászpilótának én is. Század magammal abban az évben, abból a 100 emberből, itt Budapesten 70 embert rögtön kiszórtak az első orvosim. 30-al lementünk Kecskemétre a 3 napos orvosi vizsgálatra, aminek a legvégén már csak 3-an vagy 4-en maradtunk. A többit kiszórták. És már mindennek vége volt. Meg volt a pszichológia, és minden kész vége. És akkor bejött a váróba egy nővérke, és mondta, hogy ki az a Besenyei, mondtam, hogy én. Mondta, hogy oké, fel lehet állni, haza lehet menni, alkalmatlan. Mi volt? Már mindenre végigmentünk. Az volt az indok, hogy a gerincem nem bírja nagy terheléseket. A gerincszöngen felvétel kapcsán.
hogy ezt miért a legvégén mond közölték, állítólag azért volt a duma, mert a röntgenek az első nap voltak ugyan, de a kiértékelő főorvos nem volt benne csak a végén, amint hosszú. Lényeg azt engem kirúgtak. És akkor később ugye elkezdtem műrepülni, műrepülő kerettag voltam, már jó pár éve, már volt több ezer repült órám. És volt gerinc probléma? Évek óta műrepültem, már magyar bajnok voltam több alkalommal, már EB-n voltam dobogon. Vagy 17 éve műrepültem már, amikor egy új MHS főnökünk jött, aki kitalálta, hogy az érvényes polgári orvosi mellett le kell menjünk a műrepülőknek a nagy terhelés miatt, aha, le kell menni a kecskeméti katonai orvosira is. Ami nyilván tök felesleges volt, ezen picikét neki valami lobby tevékenység volt, de ebben nem menjünk bele. Le kellett menjünk Kecskemétre. Hát gondoltam, hogy na most itt kiúrik a szög a zsákból, hogy én 17 éve húzom a 10G-ket, és közben nem is vagyok rá alkalmas, és érdekes módon nem volt semmi probléma. És akkor megkérdeztem az akkori... Valakinek kellett a helyed? Megkérdeztem az akkori főorvostól, a Csengeri Attilától, hogy Attila, engem 17 éveért kirúgta a gerincröntgenem, most meg jó. Mi történt? Meggyógyultam? Azt mondja, jogos a kérdés. Azt mondja, nem, szerintem létszám fölötti voltál. Három ember kellett abban az évben, négyen voltunk, B-betűs kirúgták. Ilyen, ennyi egy sors időnként. Egy érdekes az ember, hogy... Bánod amúgy ezt? Vagy gondolom ültésugárlátásugében csak elvittek a haverok. Igen, repültem Alpha Jet-tel, repültem MiG-21-essel, repültem a Gripen-nel. Igen. Utasként, de persze átadták a kormány nyilván. Milyen érzés? Ez nagyon érdekel, hogy neked mit műrepülőnek. Milyen érzés? Hogy... Például, amikor, de majd élünk erre vissza. Például, amikor először repültem a ilyen repülőgéppel, a Kosicki Attila altábornaggyal, MiG-21-essel pápám, akkor levegőbe átadta a kormány, és mondta, hogy tessék, akkor nyugodtan repülj vele. Az útinek a kormányát adta neki. Igen, és hát én mit csináltam, én műrepülő? Oké, rendben, kicsaptam a csűrőt, nézzük meg a szekér, hogy forog. Hát Attila ilyetten kapta, hogy jaj, ne ilyen gyorsan beflatterolunk. Hát mondom, te mondtad, hogy lehet, hogy mit tudtam én, hogy ez a repülőgépet nem bírja. De úgy indultál meg vele mindegy műrepülőgéppel, azért a Mach 2-re képes vadászgéppel. Úgyhogy más repülőgép. Amit elkezdtem, hogy ugye, akkor engem kirúgtak, és ezt kudarcként éltem meg. Ugye akartam valamit, ezt tőlem elvették, és az egy kudarc. És az ember, hogy idősödik, és belefut többször olyanba, hogy nagyon akar valamit, és nem sikerül, kudarcként éli meg, de kiderül 5 perc múlva, 2 nap múlva, 5 év múlva, hogy húha, így jártam jobban. Ez így a jobb. De jó, hogy nem sikerült akkor valami. Én többször futottam bele ilyen dologba, és miután ilyen dolgba belefutsz, és ezt felismered, attól kezdve igazából a kudarc, mint olyan, már nem fog működni, mert bármi, amit akarok, mai napig makacsul, megyek ilyen dolgokért, és nem sikerül, nem élem meg kudarcnak, mert azt mondom, hogy rendben van, meglátjuk, hogy mire lesz. Ennek így kellett lennie, ezt mondod? Meglátjuk, hogy mi. Hiszel a sorsszerűségbe? Ebből kifolyólag? Én nem vagyok ilyen fatalista, tehát én nem hiszem, hogy bárkinek bármi le van írva, mert ekkora könyv nincsen, ebben én nem hiszek. Itt az egész életünk egy véletlen sorozata. De ami korábban nem tudtam elfogadni ilyen jellegű kudarcokat, most már el tudom fogadni. Még egyszer mondom, nem jelenti azt, hogy nem küzdök dolgokért, mert én makasul megyek most, és ha akarok valamit, azt én tűzön vizen keresztül verem. De ha végig nem sikerül, akkor azt mondom, hogy meglátjuk, mi ebben a jó. Nézzük a napos oldalát. Például ez a vadászrepülősdé is. Nyilván egy nagyon érdekes, szép hivatás, repülések egy teljesen más formája, teljesen más felkészültséget igényel, és azt is lehet nagyon magas szinten művelni. Hát vannak is ismerőseink, közösek, meg neked. Nyilván, tehát ez egy jó. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy én így jártam jobban, mert azért az életem nekem is sokkal érdekesebb volt, színesebb volt. Én nyilván, hogyha vadászpilóta lettem volna, akkor már régen nem repülnék, még most is repülök, és ezt mindig elmondom viccesen, hogyha akkor engem felvesznek, ugye lévőn az összes vadászpilóta akkor kint tanult a Szovjetunióba, és hozták haza a Bárisnyát, feltehetően most én is egy rossz feleséggel üldögélnék nyugdíjasként. Szép mentés. Nyugdíjasként valahol. Tehát én azt gondolom, hogy én az így ezzel jobban jártam, de elmondom, az életben volt
számtalan, jó pár olyan dolog, amikor valamit kudarcnak éltem meg, és az nem... De ezt nem azért tanultad meg elengedni, mert nincs már meg benned a kompetitív hajlam, mert én azt mondanám, hogy te egy nagyon kompetitív ember vagy. Ezt mondtam, hogy most is, ha valamit akarok, azt én makacsul megyek. De ha végképp nem sikerül, vagy nem megy, akkor azt mondom, hogy rendben van, elengedtem, nem kudarc. Meglátjuk, hogy mire lesz jó. Itt kell lennie. Aha. Valamiért. Nagyon sokféle. Most már el tudom fogadni. Régebben nem tudtam beletörődni a kudarcba. Hát mit csináltál? Most nem tudsz beletörődni. Bosszankodtam. De szembezett semmire. Jó, de most már nem bosszankodok. Aha. Elfogadom. Kiegyensúlyozottabb ember lettél, amióta úgymond kiszálltál a gépből? Most már lassan 8 éve? Hát ezt a fajta mentalitást én már korábban is vallottam. Tehát nem 8 éve kezdtem el elfogadni az ilyen jellegű dolgokat. Az életem mindenképpen nyugodtabb lett. Hát jóval kevesebb a telefon, kevesebb az e-mail, kevesebb a szervezni való, kevesebb az utazás, kevesebb a szálloda. Nyilván, tehát én annyit utaztam a világban, annyi szálloda, hogy az egy... Amikor párra mondja, menjünk el valahol, akkor így húzom a számot, hogy megint egy szálloda. Már repülőgépre szállni és utazni, mert elegem párni a mai világban ebben, ami dili van. Lényeg az, hogy sokkal nyugodtabb az életem. De mint az elején elmondtam, azért arról gondoskodunk, hogy nem unatkozunk egy percet se. Mi volt az a... Nagyon érdekel nekem, hogy a repülést imádom meg, de csak sose bírtam. Mi volt az a légcsavaros gép, amire azt mondtad, hogy vezettél egyáltalán ilyen R-részes gépet, ami mondjuk vagy direkt, ami sebességre volt optimalizálva, vagy valami hasonló? Tehát milyen Renault R-rész jellegű, nagyon felturbózott, nagyon erős légcsavaros gépet? Nem, vagy? Nem. Az téged nem feszít? Nem érdekel? Igazából most viszintesen ott menni, egy repülőgépbe, pláne, hogyha magasan mész, a sebességet nem érzed. Ugye a Gripennel is mentünk hangsebesség felett, de hát nagyon nagy magasságba. A műszer mutatta, hogy na most lépjük át a hangsebességet, oké, és akkor mi van? Semmit nem érzel. 80 méteren. Nyilván 5-10 méteren rohangálni a nagy sebességgel ad egy más jellegű élmény, az jó pofa dolog. De a veszélye persze megvan neki. De az, hogy most én viszintesen egy ilyen repülőgéppel menjek, úgy különösebben nem mondott, nem tartom annyira izgalmasnak. Egy műrepülése sokkal inkább izgalmas. Igen, csak most már téged azért más dolgok is, nem is mondom, hogy érdekeltek mindig ezek a dolgok, gondolom, csak most már találsz rájuk időt is. Ott van például a borászkodás, bornagykövet vagy hány országban? Nem vagyok bornagykövet. Borlovag. Borlovag vagyok. Borlovag vagy. 6 helyen. Többek között még Szlovéniában is 1 helyen, Jeruzsálem régióban, ott is van Jeruzsálem Szlovéniában, nagyon jó borvidék. A bor egy más történet, az is elég régebbre nyúlik vissza. Annyira szép sor, mint a bor, van versenyzés, egy repülők. Zene. Már zene. Még külön tudunk beszélni. Külön szoba van a CD. Borgász. CD, külön... hát hanglemez gyűjtünk, Peti. Az is van. Azért. Van több száz bakelit lemezem. Most nem régen vettem egy hiper-szuper lejátszót. Mit van? Mit vettél? Majd. Jó, majd. Mindegy. Én egy régi fakálvás duálon hallgatom, most találtam meg pont a tűjét. Ez a több száz bakelit lemez, nem tudom hány ezer CD, egy külön szoba van a CD-nek, és a zene az egy más dimenzió. Tehát kell. Műrepülni tudunk 3 dimenzióba, a zene meg egy következő dimenzió, az fantasztikus. A zene az a mai napig nekem egy drog. És akkor itt van a bor. A bor, megint egy más világ, más történet. Van nekem egy kedves barátom, aki Franciaországban él, nagyon régóta, és elmegyógyász, és annak idején volt... Kedves barátom, aki elmegy. Én nem a betege mindig voltam. Mindig jó, ha vannak ilyen barátai az ember. Nem a betege voltam, hangsúlyozom. És ő neki volt annak idején Párizsban egy ilyen kastélyklinikája, nagyon menő emberekkel gyógyított, és a kastélyklinika alján volt neki egy nagyon kis guszta boros pince. És hát ez akkor lehettem, mit tudom én, 30 éves. Tehát jó régen volt már. És addig én ügyeltem minden, mint minden más fiatal, a császárkölte kevert, a pezsgő, a vermut, a sör, ami jött. Ahogy az egy műrepülő pilótához illik. Hát ahogy egy fiatal, ugye annak bármit. És tulajdonképpen ez a verebélyi koppány barátom, így hívják a barátomat,
kezdett engem, úgy ő kezdte nekem mutogatni azt, hogy egy bort hogy kell megközelíteni. Próbált egy picit irányba állítani? Hogy... Hát ilyen levitt a pincébe, és akkor mutogatta nekem a különböző borokat, a mőrszókat, meg a pomárokat, és a különböző ilyen édes vúvrékat, 50 éves vúvrékat, és ilyen borokat kapott elő. És ő kezdte nekem mesélni, magyarázni, hogy egy borban mit kell látni. Egy bornak mitől szép egy bor, mitől hibás egy bor, hogy kell egy bort megközelíteni, kibontani, megkóstolni, értékelni. És ez olyan izgalmas volt nekem, és attól kezdve úgy észrevétlenül elkezdtem a borok felé úgy tendálni, és hát ugye ergo Franciaországban ismerkedtem meg ezzel, hát évekig a francia borok voltak az Isten. Aztán később rájöttem arra, hogy azért vannak itt borok az Újvilágban is, meg vannak itt borok Toszkána felé is, meg vannak itt borok itt Magyarországon is. Nem próbáltad meg kísérjet magad? Szerencsére a magyar borok az elmúlt 20-25 évben rengeteget fejlődtek, és a fantasztikus szép borok vannak. De azt kell mondjam, hogy a világ egyik legjobb borai itt vannak, és árérték arányban, amikor aztán még végképp nagyon barátiak. Vagy arra még nincs időd? Majdnem elkezdtem. Egy 8-10 éve megrendeltem 500 tő kármenert. Meggondoltam, hogy ott van egy kis terület, ahol el tudom ezt tenni, és akkor lesz saját borom. Egy akkor még bőven versenyeztem is. Amikor, dehogy is 8-10 éve, még régebben volt ez. Hát kb. 10 éve. És meg volt rendelve az 500 tő kármener, mert ugye imádtam és mai napig a kármenert, az egy főleg Chilében nálunk is volt, de a filoxéra után itt kipusztult, és Chilében mai napig nagyon szép kármenerek vannak, mert ott is ugye nagyon sok helyen volt szerencsém egyébként borkóstolni, tehát Új-Zélandtól kezdve Ausztráliáig. Van előnye annak, hogy az ember bejárja a világot. Igen, Chilétől kezdve Argentináig, nagyon sok helyen, és ezzel a borokat mindenhol kóstolgattuk. Lényeg az, hogy a tündepárom meghallotta, hogy nekem lesz itt 500 tő kármener, azt mondta konkrétan, hogy... Rögtön 500-al indította? Az nem olyan sok egyébként. Hát tudod, de azért törődni vele sok. Na, a tündepárom azt mondta, hogy te hülye vagy, konkrétan ezt mondta, erre neked még nincs időd. És akkor addig rágta a fülem, de azért mondta, hogy, és teljesen igaza volt egyébként, hogy azért azzal foglalkozni kell, törődni kell, ha termetezni kell, akkor nincs idő várni, akkor azonnal kell, és azért neked erre még nem lesz időd. Csak úgy nagyon jól hangzott. És akkor végül megfogadtam a tanácsát, és akkor elpasszoltam az 500 kármenert, így nem lett saját szőlő. Úgyhogy a továbbiakban is erősítem nem a termelői, hanem a fogyasztói társadalmat erősítem. Illetve a Prestige klub lévén most már több mint 10 éve járok ilyen bortesztekre és bortbirálok, ami szintén egy nagyon tanulságos, érdekes dolog, mert rengeteget lehet tanulni egymástól bortesztelések közben. Ugye ilyenkor vakon tesztelünk, és egy-egy alkalommal 30-32 féle bortesztelünk végig, és ez rendkívül izgalmas és tanulságos. A végén aztán nótázik mindenki? Szóval megérkezünk a Csitári hegyek alá azért? A tesztelőknek a 90%-a úgy kóstol, hogy kiköpi a bort. Én ezt nem tudom megtenni, mert én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy bort teljesen objektíven és teljesen... Le kell menni. És teljes, így van, de és teljesen... teljes körülben, széles körülben, alaposan. Értékeljünk, ahhoz kellenek azok a másodlagos illatok, másodlagos ízek, ami a lenyelés után jön, amikor lenyeltem. És azt mondja, egy bort megnézek, van egy véleményem, megszagolom, van egy véleményem, belekortyolok, van egy véleményem. Ha azt kiköpöm, akkor itt a vége fuss el véle. Ha lenyelem és visszafújom, ott az a véleményem vagy javul, vagy romlik. Ott jön ki, hogy milyen hosszú a bor, milyen lecsengése van neki. Van-e valami mellékzöngéje, vagy nem, illatban, vagy ízben, ott jön ki ennél. És emiatt én mindig lenyeltem a bort. Úgyhogy, de hát ilyenkor csak kóstolgatunk. Azért 32 féle bor, akkor is 32 féle bor, de ilyenkor ez nem erről szó, hanem tényleg a munkáról, és ugye vakteszt van, amikor mindenki végigkóstolta és leírta a pontszámoknak a véleményt, akkor fedjük fel, hogy az a bor mi volt. Nagyon száz felé ágazol amúgy te, szóval tök jó, hogy ez így. Én ugye Iker jegyben születtem, és asztrológiában én igazából nem hiszek, de az tény, hogy az Iker jegynek az összes jó tulajdonsága az igaz rám,
A rosszak azok nem nyilván, csak a jók. És az az ikrekre jellemző ez a fajta sok oldalú érdeklődés, egy picit a szétszórtság is. Ugyanakkor én, ha valamit elkezdek csinálni, akár fotózni, imádok fotózni. Na akár, tessék, még valami. Igen, imádok fotózni, és nagyon jó kép, általán jók a képei. Ha valamit elkezdek csinálni, akkor azt én szeretem maximális bedobást és jól csinálni, tehát igényesen csinálni. Vagy nem csinálom. Tehát én, amíg úgy aktívan horgáztam, én akkor azt nagyon komolyan vettem. Nagyon sok ilyen horgászversenyen voltam, és ezt komolyan vettem. Amíg én zenéltem, addig is azt komolyan vettem. Amikor elkezdünk a borokkal foglalkozni, akkor azt én igyekszem komolyan venni. Amikor fotózok, akkor azt is szeretem a körbejárni, és igényesen csinálni. Vagy bármit, amit, hogy ha én elkezdtem repülni, nekem soha nem volt az célom, hogy húj, legyek világbajnok. Ez így nem merült fel. Egyszerűen csak repülni akartam, és ha már repülök, akkor jól akartam jól csinálni. És hát ezek már jönnek maguktól. Ugye a 2000-es évek közepén, vagy a 2010-es évek elején iszonyú nagy volt a zsizsgés, főleg ugye a Red Bull résznek, meg a közvetítéseknek köszönhetően körülöttetek. Szalaszét sztárolt a média, teljes joggal teszem hozzá. Mindenki hirtelen értett mindenhez. Mennyire tudtad magadtól távol tartani a hirtelen jött barátokat, és mennyire tudtad megválogatni azokat, akik mondjuk akkor is a barátaid lettek volna, hogyha nem műrepülő überklasszisztár vagy, hanem zongorista? Szerencsére minket azért a jó emberismerőnek gondolod magad? A bulvár azért elkerült nagy részben, de ez az is van, mert nem is akartam nagyon közel engedni magamhoz a bulvárt. Persze valamennyire kellett, meg hát én benne voltam, de nagyon azért vigyázzunk a privát szférára. Tehát azért nagyon megválogattuk azt, hogy kit engedünk be az otthonba, kinek mit mondunk el a magánéletünkről, és így tovább. Tehát nem kezdtem el híreket gyártani csak azért, hogy most én feltűnjek, és akkor szerepeljek ott valamelyik lapnak a címoldalán, és akkor akár hamis, akár igaz hírekkel traktálni a nagy érdeműt. Tehát mi ezt szerintem úgy onnan jól kezeltük, mert amennyi kell, annyi megvolt, és ha meg nem kellett, akkor meg nem. Végére már tényleg csak egy pár kérdés, ami még engem leginkább érdekel, hogy van-e még valami repülés kapcsán, amit el szeretnél érni? Egy trükk, egy hely, egy gép, egy akármi. Van-e még valami, ami hiányérzetet kelt benned, vagy elég volt a repülésből? Tehát ilyen trükk, meg egyéb más, ilyen nincsen. Most évek óta épül nekem egy elektromos repülőgép, ami egy kétszemélyes repülőgép, egy kicsikét a tervezésbe is belefolytam, és egy egymás mögött üléses, nyitott kis repülőgép, és elektromos, tehát csendes. Lécsavar mögöttünk van, előre fantasztikus panoráma. Igen, elő ne legyen semmi zavaró a panorámába. Ezt már nagyon várom már, hogy ez végleg elkészüljön, és ezzel lehessen kicsiket csapatni. Na, mindenképpen szóljál majd, hogyha megvan. Hogyha most Besenyei Péter találkozna mondjuk a 30 évvel ezelőtti saját magával, mit mondaná neki? Mi lenne a tanácsod? Én nem tudom, hogy bármi más csinálnék másképp. Én nem tudom, hogy igazából volt-e olyan, amire most azt mondom, hogy hűha, most azért azt inkább letettem volna, és inkább másként. Igazából nem. Persze kisebb-nagyobb, akik mindenkinek vannak az életében, de olyan markánsan alapvetően szerintem azért nyilván szerencsém is volt. Én elégedett vagyok a úgymond a sorsommal. Tehát persze lehetne mindig jobb, mindig szebb, mindig csillogóbb, de én szerintem jókor voltam, jó helyen, nagyon jó időben, és tán tudtam is élni a lehetőséggel, mert sajnos sokszor van olyan az emberekkel, hogy ott van előtte a lehetőség, és nem veszi észre. Vagy nem meri. Vagy nem meri, vagy nem veszi észre, vagy éppen nincs lehetősége. Uh-huh. Tehát itt nekem nyilván volt lehetőségem, és észre is vettem, tudtam is vele élni, és nem visszaélni. Tehát igazából nem tudok ilyet mondani, hogy hú, akkor most én ezt vagy azt másként csinálnám. Alapvetően. Hol látod magad 10 év múlva? Hol szeretnéd látni magad 10 év múlva? Hogy hol? Hát nagyon otthon nyilván, mert imádunk otthon lenni. Inkább, hogy hogyan?
Úgy, hogy még kevesebb a pörgés körülöttem, tehát még kevesebb a telefon, még kevesebb a papírmunka, még kevesebb az e-mail, meg ilyesmi, és egy kicsikét úgy élni, hogy úgy megélhessem a napokat egy teljes egészében. Tehát legyen olyan, hogy na most két napig semmi dolgom nincsen. És hiányzik a tópartra kiülés. És akkor igen, és akkor két-három napig látni előre, hogy most valóban semmi dolgom, és akkor most azt sem akarok. Tényleg tudok hosszabban olvasni valamit, vagy úgyban. Mert azért, de lehet ám, hogy nem fog bekövetkezni, mert mint elmondtam, ezt magammal csinálom. Tehát van egy vágy erre, de saját magam nem teremtem meg ennek a lehetőségét. Péter, én kívánom neked, hogy ez összejöjjön, és tényleg a jó Isten tartson meg még sokáig nekünk. Hát köszönöm, hogy eljöttél, és figyelj, mivel tudom, hogy szereted az amerikai autókat, ezért nézd, ezt tedd ki a garázsba, fogadd el tőlük szeretni. Jaj, de szép! Vigyáztam. Nem mondod. Rendesen felülvezéred V8-as. Ezt fogadd el tőlük szeretettel emlékbe. Aztán remélem, hogy találkozunk még, hát ha máskor nem, akkor a tóparton, én megállok nálad biztosan a nyáron, hogyha otthon leszel. Már most mondom, hogy invitálok egy ilyen jó elfekvés fenekezős. Egy borozással az összekötött pecára. Így, jó van, nagyon szépen. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. És köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Sziasztok. Ez volt a Speak Zone mára, vagy a Speedcast. Jók legyetek. Hát de...